A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara várt a fórumra az érintett vállalkozókat pénteken. A kis- és középvállalkozások Európai Uniós támogatási lehetőségeiről, a kiírt és kiírandó pályázatok tartalmáról volt szó Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár előadásában. Én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet mind a megye, mind pedig Nagykanizsa az elmúlt programozási időszakban is szép eredményeket értek el az uniós pályázatok terén, és én arra szeretném biztatni a jelenlévőket, akik ma megjelennek ezen a konferencián, hogy a jövőben is érdemes pályázni. Több mint 194 pályázati felhívásunk van már a 14-20-as új időszakra, ami azt jelenti, hogy körülbelül 4700 milliárd forint értékben már megnyíltak pályázati lehetőségek. Ezek közül persze vannak olyanok, amelyeket már a túl nagy érdeklődés miatt be kellett egyelőre zárni, illetve fel vannak függesztve. Ezeknek az újranyitását vizsgáljuk, illetve vannak olyanok még, amelyek csak tájékoztató jelleggel vannak egyelőre fent a honlapunkon, mert még nem lehet rájuk pályázni, de azokra is megnyílik a lehetőség körülbelül 2-3 héten belül. Amikor az új uniós ciklust elkezdte a kormány letárgyalni az Európai Bizottsággal, illetve annak az összegnek a felhasználási kereteit, amely a rendelkezésünkre áll a következő 7 évben, akkor azt a nagyon markáns célkitűzést tette kormányunk, hogy a keretnek több mint 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kell fordítani. Én azt gondolom, hogy ez mind a 10 elfogadott operatív programunkban nyomon követhető, tehát hogy ezekre a célokra elsődleges prioritásként lehet majd pályázni. Úgyhogy én elsősorban a gazdaságfejlesztési operatív programot fogom bemutatni a jelenlévőknek, azokat a pályázati felhívásokat, amelyek most minőségbiztosítás alatt vannak, tehát hamarosan a közeljövőben megjelennek, illetve azokat, amelyekre most lehet pályázni. Említsünk esetleg egy-két konkrétumot, mik azok a kategóriák, azok a szektorok, tehát említett ön is egy olyan példát, ami iránt már túl nagy az érdeklődés, a kis és közepesek mi iránt igényelnek leginkább támogatást? A gazdaságfejlesztési operatív programnak 8 prioritása van, és tulajdonképpen szinte most már az összes prioritásban lesznek elérhető pályázatok, amelyek elsőként nyíltak meg, ezek a telephelyfejlesztési pályázatok voltak, illetve különböző ilyen gépbeszerzésre irányuló felhívások. Ezekre voltak egyelőre a legnagyobb, vagy ezekre mutatotta a legnagyobb érdeklődést a pályázó közönség. Ezek azok, amelyeket már fel kellett függeszteni, illetve a kettes prioritásban, ez a kettes célterülete az operatív programnak, vannak a kutatás, fejlesztés és innováció témakörű pályázatok. Itt egészen tulajdonképpen a prototípus fejlesztéstől kezdve a sorozatgyártásig vannak elérhető és támogatandó célok, amelyekre lehet pályázni most. Egy olyan segítséget adjunk a vállalkozóknak, hiszen most egy konferencián vagyunk, nagy az érdeklődés. A közeljövőben hol, mikor, mi iránt érdeklődhetnek, hiszen az információáramlás valószínűleg a legfontosabb ebben az időszakban. Én azt gondolom, hogy minden segítséget megtalálnak a honlapunkon, ez a pályázat.gov.hu, illetve a kormány.hu oldaláról is el lehet érni az uniós pályázati felhívásokat, amely nagyon fontos még, hogy az operatív programoknak a 2016. évre tervezett pályázati felhívásai, ezek a magyar közlönyben is elérhetőek, mert ugye ezek kormányhatározat formájában jelentek meg, és így mindenki tud kalkulálni azzal, hogy melyek azok a felhívások, amelyek még ebben az évben megjelennek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen táblázatban vannak szedve az egyes operatív programoknak a felhívásai, oda van írva mellé, hogy mire lehet majd pályázni, tehát hogy mire lehet fordítani az összeget, mekkora a keretösszeg, illetve hogy a várható megjelenése mikor van a pályázatnak.